Ez volt az ő kincse. Már az érintésük is megnyugtatta. A kövek az öreg emberre emlékeztették. Ha akarsz valamit, az egész mindenség összefog, hogy elérd, mondta neki akkor az öreg. Szerette volna megérteni, ez hogyan lehetséges. Ezek a kövek jóslásra szolgálnak. Urimnak és tummimnak hívják őket. Santiago visszadukta őket a zsákjába, és elhatározta, hogy próbát tesz. Az öreg azt mondta, hogy világos kérdést kell nekik föltenni, mert a köveket csak az használhatja, aki tudja, mit akar. Santiago tehát megkérdezte, hogy vele van-e még az öregember áldása. Kivette az egyik követ? Az igen volt az. Megtalálom a kincsemet? kérdezte. Bedugta a kezét a zsákba, és megint ki akart húzni egy követ, de mindkettő kipottyant egy lyukon. Santiago addig észre sem vette, hogy lyukas a zsák. Lehajolt, hogy visszategye a köveket, de amint meglátta őket a földön, eszébe jutott egy másik mondat. Tanuld meg tisztelni és követni a jeleket, mondta neki az öreg király. Jel. Yeah. Santiago elmosolyodott magában. Aztán fölvette a két követ és visszadukta őket a zsákba. Nem fogja bevarni a lyukat, hadd essenek ki a kövek, ha akarnak. Megértette, hogy bizonyos dolgokat nem kérdezhet meg az ember, hogy nem meneküljön el a saját sorsa elől. Megfogadtam, hogy magam fogok dönteni. Döbbent rá. De a két kis kő az urim és a tummim megmondta neki, hogy az öreg még mindig mellette van, és ez megnövelte az önbizalmát. Ismét körülnézett az üres piac és már nem érezte magát annyira elveszettnek. Nem idegen világban van, új világban van. Ez az új világ üres piac formájában jelent meg előtte, de korábban is látta már élettel telve, amit sosem felejt el. Eszébe jutott a kard. Drágán fizetett érte, hogy egy pillanatra szemügyre vette, de semmi hozzá hasonlót még addig nem látott. Az villant az eszébe, hogy úgy is tekinthet a világra, mint egy bűnöző szerencsétlen áldozata, vagy úgy is, mint egy kincskereső kalandor. Kincskereső kalandor vagyok. Fordult meg a fejében, majd kimerülve álomba zuhant. Arra ébredt, hogy valaki bögdösi. Az újból éledező piac tér közepén aludt. Körülnézett és a juhait kereste, még nem rájött, hogy másik világban van. De szomorúság helyett örömöt érzett. Nem kell már vizet és élelmet keresnie. Kereseti a kincset. A zsebe üres, de megvan helyette az életbe vetett hite. Tegnap este elhatározta, hogy ugyanolyan kalandor lesz belőle, mint akikről a könyvekben szokott olvasni elkezdett sétálni a téren. Az árusok már újra a sátrukat építették, neki állt segíteni az egyik cukrásznak. Amikor fölállították a sátrat, a cukrász neki adta az első édességet, ami elkészült. Santiago jó ízűen elfogyasztotta, megköszönte, és útjára indult. Kicsivel később az jutott eszébe, hogy azt a sátrat két ember építette. Egyikük arabul, másikuk pedig spanyolul beszélt. És Kiválóan megértették egymást. Más nyelv is létezik, nem csak a szavak. Ha megfejtem ezt a szavak nélküli beszédet, meg tudom majd fejteni a világot. Minden egy, emlékezett az öreg szavaira. Úgy döntött, hogy lassan és gondtalanul végigjárja a tanger kis utcáit. Csak így lesz képes észrevenni a jeleket. Ehhez csupán türelem szükséges, de minden pásztornak azt kell megtanulni a legelőször. Ismét rádöbbent, hogy ebben a másmilyen világban ugyanazok a szabályok vezetik őt, mint amilyeneket a juhajtól tanult meg. Minden egy, állította az öreg. Az üvegárus a napfelkeltét nézte, és ugyanolyan szorongást érzett, mint minden reggel. Majdnem harminc éve egyfolytában itt van, ugyanazon a helyen, a dombtetőn álló boltjában, ahová ritkán köszön be egy-egy vevő. Már késő, hogy bármit változtasson. Nem tanult meg az életben semmi mást, mint üvegárut venni és eladni. Voltak idők, amikor boltja sok embert látott. Arab kereskedőket, francia és angol geológusokat, német katonákat, akiknek mindig volt pénz a zsebükben. Az üvegárusítás akkor nagy kaland volt. Ő pedig azt mondogatta magában, hogy meg fog gazdagodni, és öreg napjaira szép asszonyai lesznek. De változtak az idők, és a város is. Nem volt már jó üzlet itt kereskedni. Szomszédjai elköltöztek, és csak pár boltocska maradt a domboldalom. Ezek kedvéért pedig senki sem fog hegyet mászni. Egész délelőtt azt a keveset figyelte, ami odakint zajlott. Így tett már évek óta, és pontosan ismerte maga körül minden ember minden szokását. Pár perccel ebéd előtt megállt a kirakatánál egy fiatal idegen. Öltözetén nem volt semmi különös. Tapasztalt szemével az üvegárus meglátta, hogy a fiúnak nincs pénze. Az ajtón felirat hirdette, hogy az üzletben különféle nyelveken beszélnek. Santiago meglátott egy embert a pult mögött kifényesíthetem magának ezeket az üvegeket, ha akarja, mondta neki. Ilyen piszkosan nem fogják megvenni őket. A férfi ránézett, és nem szólt semmit. Adna érte pénzt enni valóra. A férfi továbbra is hallgatott, és Santiago érezte, hogy valahogyan határoznia kell. A zsákban volt a köpenye, amelyre a sivatagban csak nem lesz szüksége. Elővette, és elkezdte vele fényesíteni az üvegeket. Fél óra alatt mindent kifényesített, ami a kirakatban volt. Ez alatt az idő alatt két vevő jött, és vásároltak valamit. A fiú, amikor az összes üveget megtisztította, ételt kért a kereskedőtől. – Elmegyünk enni – mondta az üvegárus. Az ajtóra táblácskát tett, és együtt elmentek egy kicsiny vendéglőbe nem messze a bolttól. Alig, hogy leültek ott az egyetlen asztalhoz, az üvegárus elmosolyodott. – nem kellett volna semmit sem tisztogatnod mondta. A Korán azt parancsolja, hogy minden éhezőnek adjunk enni.-Akkor miért hagyta, hogy csináljam?-kérdezte a fiú.-Mert az üvegek tényleg piszkosak voltak és neked is, akárcsak nekem szükségünk volt arra, hogy a fejünket megtisztítsuk a rossz gondolatoktól. Amikor végeztek az evéssel, az üvegárus Santiagohoz fordult. Szeretném, ha nálam dolgoznál. Mi alatt az üveget fényesítetted, jött két vevő, és ez jó jel. Az emberek annyit beszélnek a jelekről, gondolta a pásztor fiú, de nem tudják, mit mondanak. Mint ahogyan én sem fogtam föl, hogy már régóta szavak nélküli nyelven beszélek a juhokkal. Akarsz nálam dolgozni? Nógatta a kereskedő. Holnapig magánál maradhatok, válaszolta Santiago. Reggelig megtisztítom az összes üvegét a boltban, de pénzre van érte szükségem, hogy még holnap elérjek Egyiptomba. Az idős férfi elnevette magát még ha egész éven át tisztítanád is az összes üvegemet, s ha jókora részesedést kapnál is minden eladott darabért, akkor is kölcsön kellene kérned az egyiptomi úthoz. Tangert a piramisoktól több ezer kilométer sivatag választja el. Egy pillanat alatt olyan nagy csönd támadt, mintha az egész város elszunnyadt volna. Nem volt már itt remény és kaland, nem voltak itt öreg királyok és személyes történetek, kincs és piramisok. Úgy tűnt, mintha az egész világ megtorpant volna, mert elcsendesült a fiú lelke. Nem volt itt fájdalom sem, szenvedés sem, csalódás sem, csupán az üres tekintet a kicsiny vendéglő ajtaján kifelé, meg a határtalan vágy, meghalni, hogy abban a percben mindennek legyen vége. Az üvegárus megdöbbenve nézte őt. Mintha minden öröm, amely addig sugárzott belőle, egy csapásra semmivé vált volna. Adhatok pénzt, hogy hazautazzál, kedves fiam, mondta. Santiago tovább hallgatott, aztán fölállt, megigazította a ruháját, és vette a zsákját. Magánál fogok dolgozni, közölte. Majd hosszabb hallgatás után hozzátette, Pénzre van szükségem, hogy juhokat vegyek. A fiú már majdnem egy hónapja dolgozott az üvegárusnál, de munkájáért nem túlzottan lelkesedett. Az üvegárus egész nap csak morgolódott a pult mögött, és intette, hogy figyeljen oda, és nehogy eltörjön valamit. Santiago minden eladott darabért szép jutalékot kapott, és valamennyit már össze is kuporgatott. Most reggel is azt számolgatta, ha minden nap megkeresne annyit, mint eddig, egy egész évre lenne szüksége, hogy összegyűjjön egy pár júra való pénz. – Szívesen csinálnék egy álványt az üvegeknek – mondta a kereskedőnek. – Kitehetnénk a bolt elé, hogy fölcsalogassa az embereket. – Semmi értelme az álványnak – válaszolta az üvegárus. – Neki fognak menni, az üveg meg összetörik. Amikor a juhokat legeltettem, azt kockáztattam, hogy megmarja őket a kígyó és elpusztulnak. De ez hozzátartozik a juhok és a pásztorok életéhez. Közben az üvegárus kiszolgált egy vevőt, aki három poharat kért. Több fogyott, mint addig bármikor. Mintha visszatértek volna azok az idők, amikor utcájuk tanger egyik nevezetessége volt. Sokkal jobb a forgalmunk, mondta a fiúnak, amikor a vevő elment. A pénz meghozza nekem, hogy kényelmesebben élhetek. Neked meg visszaadja a juhaidat. Miért akarnánk többet az élettől? Azért, mert követnünk kell a jeleket, válaszolt Santiago, úgy szólván akarata ellenére. De rögtön meg is bánta, amit mondott, hiszen az üvegárus soha semmiféle királyjal nem találkozott. De az üvegárus megértette, mit akar mondani a fiú. Tulajdonképpen miért akartad látni a piramisokat? Érdeklődött, hogy elterelje a szót az álványról. Mert sokat hallottam róluk, adott kitérő választ Santiago, hogy ne kelljen beszélnie az álmáról. A kincs fájó emlékké vált, és a fiú gondolni sem akart rá. Nem ismerek itt senkit, aki csak azért akarnak keresztül vándorolni a sivatagon, hogy meglássa a piramisokat, mondta az üvegárus hiszen csak nagy halom kövek. Olyat építhetsz az udvaron is. Maga soha nem álmodott utazásról, mondta Santiago, és kiszolgálta a következő vásárlót, aki a boltba lépett. Két nappal később az üvegárus odament a fiúhoz, hogy az álványról beszéljen vele. Szóval mire kell neked az álvány? kérdezte. Arra, hogy minél előbb visszamehessek a juhaimhoz, ki kell használnunk, hogy ránk mosolygott a szerencse, és meg kell tennünk mindent, hogy segítsünk neki, ahogyan ő is segít nekünk. Ezt úgy hívják, hogy kedvező kezdet, avagy a kezdő szerencséje. Az öreg kereskedő egy darabig nem szólt. Aztán ezt mondta. A próféta a Koránt adta nekünk, és kijelölt számunkra öt kötelmet, ezekhez kell igazodnunk életünkben. A legfontosabb, csak egy Isten létezik. A következők így szólnak. Naponta ötször imádkozni, a ramadán hónapja alatt bőjtölni, jót tenni a szegényekkel. Elhallgatott. Amikor a prófétáról beszélt, szemeiben köny meg. Muzgó hívő volt, és minden türelmetlenségének dacára igyekezett, hogy az iszlám törvényei szerint éljen. És mi az ötödik kötelesség? kérdezte Santiago. Két nappal ezelőtt azt mondtad nekem, hogy soha nem álmodtam utazásról, felelt az üvegárus. Minden muszlim ötödik kötelessége éppen egy út megtétele. Életünkben legalább egyszer el kell zarándokolnunk a Szentvárosba, Mekkába. Mekka sokkal messzebb van, mint a piramisok, Fiatalkoromban azt a keveset, amin volt, inkább ebbe a boltba fektettem be. Úgy gondoltam, hogy egyszer meggazdagszom, és aztán megteszem az utat Mekkába. Kerestem a pénzt, de senkire sem bízhattam az üvegeket, mert törékenyek. Ugyanakkor azt is láttam, hogy a boltom környéke tele van a Mekkába induló emberekkel. Némelyik gazdag zarándokot szolgák és tevék kísérték, de többnyire nálam jóval szegényebb emberek voltak. Mind elmentek, majd megnyugodva visszatértek, s házuk ajtaja fölé kitették a megjárt zarándok útjelét. – Akkor miért nem indul el most Kába? kérdezte Santiago.